években Újváros rehabilitációjára kiemelt figyelmet és kiemelt forrásokat fordított a város vezetése, az önkormányzat. Igyekeztünk Európai Uniós támogatásokat is felhasználni, és természetesen saját erőből is sokat fejlesztettünk. Azt lehet mondani, hogy ez a városrész, ami hosszú évtizedek alatt sajnos leromlott, az épületek tönkrementek, sok esetben használhatatlanná váltak, az most újjáé lett, és egy nagyon komoly rehabilitáción vagyunk túl. Azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy az első üteme az már lezárulóban van. Ugye az az Európai Uniós projekt, ami mintegy 1,5 milliárd forint értékben valósult meg, az 6 lakóépületet érintett, a templom felújítását, az iskola felújítását érintette, és a Bercsényi ligetet is meg tudtuk újítani nagy részben. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy az épületek gyakorlatilag 90%-on elkészültek, még a Kossuth utca 28-as számú házon dolgoznak a kivitelezők. Második ütemet is tervezzük, hiszen tudjuk azt, hogy a 2014-20-as időszakban is úgy néz ki, hogy biztosított lesz Európai Uniós forrás szociális városrehabilitációra, és hát szeretnénk tovább haladni, szeretnénk a templom környéki épületeket is megújítani, és ezáltal új modern szociális bérlakásokat létrehozni, szintén javítani a városképet, és szintén megmenteni azt a történelmi örökséget, amit ezek az épületek jelentettek. Igen, nagyon komoly problémákat okozott a forgalom számára, az útépítés nem volt egyszerű megoldani a forgalom szervezés szempontjából, hogy a tömegközlekedés biztosítható legyen, a forgalmat jelzőlámpával, ideiglenes jelzőlámpával kellett szabályoznunk. Rengetegen azt gondolom aztán elkerülték az útépítés is, hiszen egyre kevesebb felület állt rendelkezésre a közlekedésre. Ez szeptembertől december elejéig, közepéig tartott ez az állapot. Én azt gondolom, hogy ez a 230 méternek a megújítása, nem egy útfelújítás, hanem komplet utcarendezésről beszélhetünk, hiszen nem csak a járdák, a parkolók, az úttestű újítnak teljes egészében, mert a közvilágítás, hanem aki, hogyha egy kicsit nyitottabb szemmel jár, akkor az észreveheti, hogy korábban a légkábelek, ami mind a 0,4 kV-os áram, a lakosságot kiszolgáló áram, a közvilágítást kiszolgáló áram, a távközlő hálózatok mind légkábelen húzódtak, ezek most mind a járdán alatt, burkolatban védőcsőbe elhelyezve, földkábelekkel kapcsolódnak. A némi finomítás, még apró munkák még hátra vannak, hiszen mindez időben vagy időjárási okok miatt, vagy építés logisztikai okok miatt mi nem tudtuk 100%-osan befejezni ezt a felújítást, például a füvesítés, húszolás, papótlási feladatok még hátra vannak, illetve a Kossuth utca 28 szám előtti épület felújítás még mind a mai napig is tart. Itt a járda felület foglalt, a járda felújítása később fejeződik be a tavasszal, illetve azon légkábeleknek a kiváltása, amikor homlokzatot kellett megbontanunk, a homlokzati helyreállítások, idegenes jellegűek, a komplet színezés, lábazatjavítások a jobb időt várják. És hallottam, hogy több bolyát is el fognak helyezni itt a Kossuth utcában. Gondolom ez a szabálytalan parkolásokat lesz majd hivatott megakadályozni. Így van, hiszen rengeteg olyan felület van, kapubejárók, gyalogos átkelőhelyek, részek, ahol le van süllyedve az új burkolat, ez csábíthatja az autósokat arra, hogy szabálytalanul parkoljanak meg, ezért úgy döntöttünk, hogy parkolás gátló oszlopokat. Ezek mikor fognak itt adni? Tavasz volna.